az ország második legnépesebb és harmadik legnagyobb területű települése elkötelezett a környezettudatosság mellett. Jó példa erre a fenntartható Debrecen díj. Ezt olyan vállalkozások, munkaközösségek nyerhetik el, amelyek vállalják az egyszer használatos műanyagok használatának mellőzését a jövőben, és egyéb módon is környezetkímélő működésre törekednek. A város és környezete számára feszítő kérdés a vízmennyisége. Ebben nyújt segítséget a Szivakva program. Nagyon fontos az, hogy Debrecenbe vizet tudjunk hozni. Ugye a Tisza folyó vizét a keleti főcsatornán át egy csatorna rendszeren keresztül a Tócó patakba juttatva el tudjuk hozni az élő vizet Debrecenbe. Nagyon fontos ez a város jövője szempontjából, hiszen a nagy erdőben a tölgyfáink gyakorlatilag száradnak, és mindenképpen szükséges a vízutánpótlásnak, a talajvíznek a megemelése. A 16 milliárd forintos állami beruházás segítségével első lépésben a Tócó patakig jut majd el a víz, majd a Kondorosig, azt követően a nagy erdőhöz és a fancsikai jóléti tavakhoz. Szintén egy jelentős programot elindítottunk az elmúlt években, ez a Zöld Város program. Ennek keretében az összes lakótelepünkön található zöld területeket meg fogjuk újítani. Összesen több mint 230 ezer négyzetméter ilyen terület fog megújulni, aminek keretében azt gondoljuk, hogy a ott élők zöldebb, szebb és jobb környezetben tudnak élni a jövőben. A fásítások sem maradhatnak ki a város tervei közül. Elindítottunk egy kezdeményezést, aminek keretében a következő években 10 000 új fát fogunk Debrecenben ültetni, és tavaly ősszel már az 1000-en is túl voltunk. A faültetésekből a nemrégiben életre hívott természetvédelmi munkacsoport tagjai is kivették a részüket. Azért hoztuk létre ezt a munkacsoportot, mert szeretnénk, hogyha minél több debrecenit el tudnánk érni, minél többen foglalkoznánk azzal, hogy Debrecen zöld és fenntartható legyen. Ez nem egy hivatalos szervezet, hanem egy laza együttműködés, aminek keretében azokat a fejlesztéseket, amiket Debrecenben meg fogunk valósítani, azokat közösen megvitatjuk, új ötleteink vannak, és széles összefogást szeretnénk emögé az ügy mögé teremteni. Senánszky Petra örömmel csatlakozott a 18 tagot számláló természetvédelmi munkacsoporthoz. A 11-szeres világbajnok, 2-szeres világjátékok győztes és világcsúcstartó uszonyos úszó életének mindig is része volt a természet. Nem mellesleg biológusként végzett a Debreceni Egyetemen. A munkacsoportban a környezettudatosság és a természet szeretetének népszerűsítése a feladata. Igazából gyerekkorom óta már a szüleim is úgy neveltek, hogy szeressem a természetet és figyeljek oda a környezetemre, úgyhogy ez egy szívügyem, és nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek a debreceni munkacsoportnak, mert ezzel zöldebb és fenntarthatóbbá varázsolhatjuk a várost. Váradi Zoltán ugyancsak tagja a munkacsoportnak. Elsősorban környezeti neveléssel foglalkozok, és gyerekeknek tartok főleg foglalkozásokat, de rájöttünk arra, hogy ez a téma nem csak a gyerekeket érinti, hanem kiebb terjesztettük, és a családokat, illetve az idősebb generációt is bevonjuk ebbe. Miként arra jó példa Debrecen első közösségi kertje, amely a Vinkertben található. Ezek a virágok, fűszernövények és zöldségek remekül érzik magukat a panelházak között. A városnak volt egy ilyen projektje, ami már a tavalyi évben elindult, azaz 7000 komposztálót osztott szét a város az azt igénylők számára. A közösségi kertben is található 3 komposztáló, ami rendszeres használatban van. Figyelünk arra itt a közösségi kertben, hogy egy természetközeli gazdálkodás folytatódjon, tehát a vegyszermentesség, ez nagyon-nagyon fontos, és ugye a tápanyag visszapótlás is a komposztálók használatával. Ez a gazdálkodási technika, amellett, hogy remek elfoglaltság, még hasznos is. A paradicsom és a cukkini jött be a legjobban, a paradicsom az törpe és koktél, rengeteg termés van rajta, gyönyörűen érik. A cukkiniből egyetlen tőről eddig 9-et szedtünk le, de most is virággal és apró cukkinikkel van tele, ami még be fog érni. Bízunk benne legalábbis, hogy minden rendben lesz velem. Debrecen környezeti fenntarthatósághoz kötődő további céljai között hulladékválogató üzem és napelempark létesítése is szerepel.